Na jó, van, akkor nézzük, hogy ebből vajon mi lesz akkor. Aha. Jó, van, fasz, oké. Tehát akkor Doom 2 a PS1-en, eljött akkor ennek az ideje is. Sok változásra összesen mondva nem számítok, tehát tulajdonképpen ugyanúgy fog üzemelni szerintem az előző videó. Itt is megcsinálok legfeljebb 3 pályát, aztán nyomjuk tovább a Final Doom-mal, ahol viszont meg az lesz, hogy akkor a TNT-t fogom betölteni, mint PS1-es port, vagy nem, pont is az, akkor olyan pályák fog betölteni, amiket nem láttunk korábban. Hogy nem tudom miért mentem bele. Hogy nem tudom miért mentem bele, az a más kérdés, na mindegy. Jó. Most ez megsebze, hogy hallottam, hogy hörgött Doom Guy. Kicsit molodon kezdés, de azt mondom, hogy nem zavar engem. Azt mondom, hogy itt lesz egy olyan rész, hogy ilyen cellák meg lesznek az emberek, aztán akkor őket úgy kell szétlőni azon keresztül. Ja, már itt is vagyok egyből. Atya, úristen, de sötét van ott. Hát marulra be fogok menni, csak szerintem előtte még körbenéz hátom valami. Mondjuk ezt nem tudom, mert korábban mondtam, de szerintem ebben a játékban úgy a páncélnak igazából sok haszna nincsen. Én anélkül ugyanúgy sebződtem elég nagyokat, mint azzal együtt. Mi történt az az impel? Félig eltűnt. Így jött, aztán így hirtelen a válla fele így. Én nem látszod semmi, nem azt, hogy elkezdett, hogy nem volt már elve semmi. Bizarr, na mindegy, megbirkózok ezzel, hát végülis ez egy PS1-es játék, és mondjuk ez így a 2,5D-s játékokról jellemző vannak ilyen hibák a sprite-oknál. Tehát, hogy a Redneck Rampage és azt miért láttam meg a Bloodnál, és konkrétan az ellenfél így elkezdett, hát a méretét nem megváltoztatni, hogy így összehúzódott, meg is szétnyílt. Na mindegy. Adrian Sprite felejtő volna az, hogy oldalt látszó, hogy helyette elkezdett ilyen hülyeségeket csinálni. De nem bánom. Erre nincs semmi, jól látom, sőt, szerintem itt előre kéne mennem a piros ajtón keresztül, nem pedig a falon keresztül, Márton. Itt fenn valami. Na itt azért megy a parti. És azt hiszem, van még ott egy. És még valakit hallottam. Ja, te előttél egyet? Azt hittem, hogy mindenkit kinyírtam erre feled, de most már mindegy. Itt valami esetleg. Jó, meg is van akkor a kulcs. Közben hallottam egy impet. Na, még valaki? Nem igazán? Ja, nem látok más ellenfelet. Jó, akkor lehazán mehetünk arra fele. Aha, meg vagy. Gyere csak ide. Jó, majd jól csinálod. Jó, igen, hogy így van egy ilyen fura dolog, hogy kinyitnak falakat ezek a fáklyák. Nem tudom ez hogyan működik, de nem is akarom tudni. Nem tudok látni benne bármi logikát. Ha erre megyek, akkor lesz valami. Valószínűleg a pálya vége, igen. Rendben, ez minősötikos hely neki, így nem hinném. De mindesetben vissza kell majd valahogyan mennem. Hoppá, itt is vannak az itt ellenfelek. De tényleg Márton szándékosan belefut, mert azt gondolja, hogy ki tudja kerülni. Hogy a vele szembe marad. Hogyha szimplán attól tartok, hogy az ellenfél támadni fog, aztán akkor ő fog eltalálni, miközben a másik pedig csak játsza a támadót. Vagy csak Márton minden túl variál. Na mindegy. Rájön magam a krizizálni a videó meg elkészítése után, nem pedig megtekintése után. Mondjuk ezt már szoktam videómat újra nézni, de csak abban az esetben, hogy megnézem milyen a képminőség, aztán ennyi. Emögött van valami, de nem akar kinyílni sehogy se. Lehet, hogy azt a fákját ott megnyomom, akkor valószínűleg bekapcsol az valamit. Ja, ezért lehet ott felfutni. Hát jó, akkor menézzem, mert akkor ez egy titkos hely lesz, amit ritkán fedezek fel. És a merdén nem is volt alkalom megmutatni a csatornán, bár az tény, hogy a Doom játék abban úgy működik, hogy gyorsan való mozgás, hogy oldalazzok. Elvileg speedrunnereknél ezt szoktam látni. Aha, ez így működne, és csak meg kéne tanulnom megállni.
Végülis a bejátém a Doom Guy-nál nem csúszik, mint a PC-s verzióban, de akkor itt sokáig el fogunk lenni, és jók a videó hosszabb lesz, mint az előző. Ja. Jó, oda kéne befutnom. Hó, hát ez gyönyörű lesz akkor, szépen teszek egy jó nagy kerülőt, megint ide be. Ja, akkor ide be, aztán akkor így. Ó. Szóval ez így nyer értelmet. Ez pedig itt mi van megjelölve a térképen? Az ott nem nyit ki semmi érdekeset. Aha, értem. Jó. Meg ide megérte lejönni, hogy legalább itt valami érdekesség történjen. De részem mindegy, itt nem lesz semmi akkor már. Hova felfúrni nem tudok. Esetleg majd visszaúton. Vagy nem visszaúton, hát itt fel közelenül igazából. Hát jó, nem volt sok minden. Valami még? Nem igazán látom, lenne bármi is itt. Hittem valami. Jó van, ott látok egy kakudiment, szóval akkor téged szétlőlek. Ilyen rám se néz, mint hogyha nem is akar engem bántani. Mondjuk így nem kettőnek kéne megjelennie? Nem de annyira számítana amúgy. Na jó, akkor be kell, hogy oldalazzak. Jó. Ó. Jó, akkor megvolt. Na akkor is szépen felhasználok, bemegyek és akkor előre haladok. Mert tudom, hogy annak a titkossájának van valami trükkös bejárati módja, bár szerintem az olyasmi, hogy rá kell érni bizonyos lapra, aztán úgy lehet csak bejutni. Mert nincsen más, nincsen semmi gomb vagy valami célpont, amit el kéne lőni, vagy meg kéne lőni. Na mindegy. Én nem bánkodok ilyen miatt, mert mondom, olyan OP-k vagyunk, hogy egyszerűen nincs értem titkosságet találni. Na jó, van The Crusher. Nem tudom, hogy miért ezt a címet kapta ez a pályunkon, csak egy összenyomó eszköz van itt és semmi más. Még azt sem lehet mondani, hogy központi helyzetben van-e. Na jó, oda fel tudok ugrani. Nem tudok. Ott látom, vannak Hell Knights-ok, amúgy ez milyen idióta dolog, hogy oda bújnak el éppen. Aztán, és még ő csalálkoz, hogy a palacsintává válnak. Na jó, akkor azt ott megnyomom azt a gombot. Jól van, akkor ott elfutok. Mint itt az emelkedő nem annyira magas, ami mondjuk érthető és amúgy a pálya mérete is amúgy foglal helyet. De mondom, tehát hogy nekem ez a PS1-es verzió, semmi bajom nincsen, szerintem jól néz ki, a játékmenet talán kényelmesebb, mint az eredetiben. Jövünk az eredeti ilyen egyszerű, nem egyszerűen kényelmesebb, szerintem, mert hát kontroll irányítani a játék azért nem olyan könnyű dolog. És igazából akkor ez a válasz, hogy miért olyan kényelmesebb szerintem a játék, meg könnyebb. Még észrevettem, hogy a... hát nem tudom, talán jobban látszik-e, de magának a shotgunnak a bal csőve, mint hogy olyan deformált lenne. Tehát így sokkal egyenesebben áll, mint a másik fegyver. Vagy nem tudom, olyan szabálytalanul tűnik szerintem. De mind nem én vagyok a fegyver szakértő erre fele. Na jó, hogyha ide állok, akkor nem lesz bajom. Jó. Az volt ellenfél, de nem érdeklődök iránta, nem bánkódom, hogyha ott marad. Chain Gunner? Itt nem lesz amúgy? De itt van. Jó, akkor ő is megvolt. Jó, Foreshot Gun Shell. Nem is néztem, mennyi volt előtte. Hallottam valakit. Ahó! Ezt egy kossály, nem úgy tűnik. Nem látom az ellenfelet. Jó, te? Jó, akkor megvoltál. Ittben valami? Oké. Okay. Jó, itt minden megvolt. Ez valami titkosság, nem igazán? Na jó, nem baj. Itt le, akkor itt lesz egy imp, aztán ennyi. Azt hiszem, hogy itt fogunk kapni egy új ellenfelet.
Jaj, szörte. Mondjuk azt hiszem kettő lenne a PC-s verzióban. Oké, már el akartam sűrni, de nem, nem kell. Na itt van akkor a Revenant. Mondjuk az fura, hogy a Doom 64-ben nem kerül bele, bár nem is hiányol igazából, ezt nem fel úgy gyűlöl, mint a szart. Mondjuk a zen alatt ezzel a kórussal, mert tudja, ezt azt akarja idézni, szerintem hangulatos. Mondjuk nyugodt használhatnám itt is a plazma fegyvert, úgyis már megvan. Meg valószínűleg előző pár titkos helyén pont, hogy az lett volna a nagy dolog, amit úgy elrejtettek. Na jól van. Bármi az előző, hogy felségesen keresgéltem egy pick-upot. Itt tulajdonképpen egy titkos helyet is szerintem az, hogy de hosszabb lesz, mint az előző. Jó, neked ott annyi ott fenn. Mondjuk, ahogyan kinéz a PS4-es Doom, egy kb. Úgy néznek ki a videóim is. Tehát felveszem, nem tudom, így így full grafika beltársakon a Bioshockot, aztán mikor felrakom YouTube-ra, akkor meg úgy néz ki, mint hogy a PS1-ről vettem volna fel az egészet. Na mindegy. Vagy inkább egy krumpliról. PS1-es játékok azért szebben néznek, mint az én videóim. Na, jó. Most gondolkodok, hogy mit kéne csinálnom. Az hiszem, hogy oda be kéne mennem. Legalábbis ezek a teleportok azt csinálják. Felkom a kulcsot, kijönnek az ellenfelek, és jönnek leértem közben még. Oké, akkor meg is van szerintem a híd a lezáráshoz. Már csak meg kell találnom a sárga kulcshoz való ajtót. Na. És akkor ez is megvolt. Jó. Na akkor nézzük, mi az a következő. That simple. Hát jó van, oké, akkor nyomjuk. Ó, jaj, ezt a pályát nem szerettem. Jó, akkor még ott látok valakit. Kettő van csak belőletek. Nagyobb egészségi fózalba fog megjön mind a négy. Legalábbis PC-n négy jelenik meg. Akranoidok. Ami ilyesmire, hogy az androidot összekerték a... az akrafóbiával? Na mindegy, pótoidok. Azt hiszem, hogy van titkos hely, tulajdonképpen annyi lenne, hogy valamelyik fal mögött ott van a BFG. Meg egy bónuszpálya. Csak hát az a baj, hogy ez egy olyan titkos, ez egy olyan titkos hely, amit csak is csalásra lehet elérni. Ami konkrétan, nincs semmi más módszered. Meg azt hiszem, hogyha itt a... Igen, igen, mindegyik gombot megnyomom, akkor tulajdonképpen az, az a tartó, ami rajta vannak ezek az ellenfelek, akinek a nevét én most sem tudom. Szóval akkor lejönnek, aztán ebben az a nagy dolog. Mert nem tudom, hogy még ilyen dolgokat mesélem, amikor ez a játékkal mindenki játszott szerintem, rajtam kívül. Sok ez is egy titkos helynek minősül tulajdonképpen. Úristen, vettem minden titkos helyre, ez az egy pályán, na mindegy, nem nagy cucc igazából. Tehát igen, maga az ajtó az titkos helynek van minősítve, vagy inkább koponya. Na de mindegy akkor. Tricks and traps. Hát, hogyha szeretnétek, akkor majd itt fogom folytatni akkor a Doom 2-nek a PlayStation-es verzióját. De jó van, akkor átváltunk a Final Doom-ra. Addig is sziasztok!